Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják, nézzük mai műsorunk tartalmát. Szent Flórián napja, tűzoltó nap Bicskén. Testületi ülés a Városházán. Új, lomszívó berendezéssel bővült a gazdasági szervezet eszközparkja. Elballagtak a vajdás diákok. Magyar nyelv és irodalomból kezdték az érettségit a diákok. A szülőföldünk helytörténelmi klub vendége Fekete Ildikó volt a Nagykárolyvárosi Könyvtárban. A helyi szakkörök munkáiból tartottak kiállítást Csapdin a Kultúrházban. Komáromot is legyőzte a BTC. Én szervezte a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 2024-es tűzoltónapot. Elsőként a Szent Flórián szobornál került sor az ünnepi koszorúzásra, illetve az év tűzoltója díj átadására. A jelenlévőket Bálint Istváné polgármesterasszony, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke üdvözölte. Kötelességem teljesítése közben, ó Istenem, ha bármikor láng csap fel, adj erőt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idős is legyen. Ez a tűzoltók imájának első két sora. Azt hiszem, tökéletesen mutatja azt, hogy minden miképpen is viszonyulnak a lánglovagok a hivatásukhoz, az esküjükhöz, az emberekhez, és úgy egyáltalán az élethez. Ezért is tiszteljük őket annyira. Május 4-e van a tűzoltók legfontosabb napja, amikor méltóképpen emlékezünk Szent Flórián napján. Ez a nap tökéletesen alkalmas arra, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság valamennyi tűzoltójának szolgálatát megköszönjem. Külön köszönetet érdemelnek azok az önkéntes tűzoltók, akik társadalmi felelősségérzetüktől hajtva vállalnak részt a város és környéke tűzvédelmi feladataiban. Örömmel jelenthetem ki, hogy Bicskén sok ilyen kiváló ember vállal közösséget a tűzvédelem ügyéért, és növeli azt a biztonságot, mely munkájukból, jelenlétükből fakad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! 469 vonulás volt tavaly. Sokkoló szám, főleg ha tudjuk, hogy a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság keretében jelenleg 60 tűzoltó áll szolgálatban. A többi tűzoltósággal közösen 36 ezer ember élet és vagyon védelméért felel. 469. Egy esztendő 365 napból áll. A számok mindent elmondanak a felelősségteljes mindennapokról, amiért csak hála és köszönet hangján hallathatjuk hangunkat. Valóban hozzájárulnak tűzoltóink a város és környéke biztonságához. Példát mutatnak hozzáállásból, nem csak nekünk, egyszerű civileknek, hanem meggyőződésem, hogy bármely más hivatásos állománynak is. Bicskén tűzoltónak lenni egyenértékű a fejlődni vágyás igényével és lehetőségével. Nem én mondom ezt, hanem a tűzoltók alakítottak ki magukról egy ilyen véleményt a fantasztikus közösségükkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy ezúttal ne csak polgármesterként, hanem mint a Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság elnöke is szóljak Önökhöz. Azt hiszem, nem titok senki előtt, hogy hosszú ideje szívügyem a tűzoltóság. Magánemberként, alpolgármesterként, majd jelenleg most polgármesterként maximálisan támogatom a szervezetet és annak törekvéseit. Sok szép sikerünk volt az elmúlt időszakban. Ha csak elég erre az új gépjármű fecskendőre gondolnunk, amit oly sokszor emlegetünk, de azt gondolom, hogy egy hatalmas összefogás eredménye. Az összefogás sikerre vezetett, és ma az ország egyik legmodernebb eszközének segítségével hajthatnak végre beavatkozást a bicskei lánglovagok. Mégis a mai nap valami más. Az idén már elnökként állok Önök előtt, és hogyha valaki betekintést nyerhet egy szervezet belső működésébe, akkor jobban belelát egy-egy szervezet életébe. Akkor tapasztalja meg igazán, hogy micsoda erőfeszítésekre van szükség ahhoz,
hogy a térségben élők napról napra biztonságba érezhessék magukat. Eddig is rendkívül büszke voltam a tűzoltóink mindegyikére, akik a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság csapatát erősítik. De amióta elnökké választottak, ez a büszkeség még nagyobb. Pontosan látom, milyen hosszú az út, sok tapasztalás, tanulás és gyakorlás és eltöltött időre van szükség ahhoz, hogy amikor a lánglovagok harcban állnak az idővel, a bevetéseken másodpercenként küzdenek, mert éppen ennyi idő dönti el egy-egy ember sorsát, életét, akkor képesek legyenek megnyerni ezt a csatát. És ezekhez a győzelmekhez bizony kell a háttér is. Tűzoltónap alkalmából valamennyi tűzoltó családjának is köszönetet szeretnék mondani, hiszen a szülők, a házastársak és a gyermekek azok, akik a tűzoltóink számára is nélkülözhetetlen biztonságot nyújtanak. Belőlük meríthetnek erőt, végezhetik magabiztos a munkájukat, láthatják el a hivatásukat, és nyerhetik meg azokat a bizonyos csatákat. Kedves ünnepelt tűzoltók! A BÖT elnökeként és polgármesterként is bátran merem kijelenteni, hogy Szent Flórián kései magyar utódaiként méltóak vagytok a társadalmi megbecsülésre, mely hosszú évek óta övez benneteket. Álhatatosság, a becsület, az önfeláldozás és a segítésnyújtás fogalma méltán ford össze a Bicskei Tűzoltóság dolgozóival. Köszönöm, hogy munkátokkal megteremtitek az állampolgárok mindennapi biztonságát. Szerencsére azt látom, hogy sokan szeretnének ehhez az igazán összetartó csapathoz, a közösségünkhöz tartozni. Büszkeséggel tölt el, és örömömre szolgál, hogy a tapasztaltabbak szívesen adják át tudásukat a fiataloknak. Nem csak szavakban, hanem azzal is, hogy jó példával járnak elől, vagyis jó pedagógusok, akik önzetlenül segítik mások előbbre jutását. Tudom, hogy kell az adrenalin, és azt is tudom, hogy minden évben karácsonykor ezt halljátok tőlem, de én mégis megerősítem a korábbi kérésemet, ami tulajdonképpen mindannyiunk biztonságát és nyugalmát szolgálja, mely a mindennaphoz hozzájárul. Engedjétek meg, hogy az óhajunkat fogalmazzam meg, miszerint minél kevesebb riasztást és vonulást kívánjak nektek. És természetesen mindannyiunk nevében jó egészséget kívánok mindannyiótoknak. Isten éltessen benneteket! Majd Udvardi János, tűzoltó alezredes, a Fehérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság képviseletében osztotta meg ünnepi gondolatait. Kedves polgármester asszony, tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves megjelentek, tisztelt bajtársaim! A Székesfehérvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség, illetve a Fehérvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen a meghívást. Ma Szent Flórián napján a tűzoltóság napját ünnepeljük. Ez a nap, amelyhez több évszám is köthető, hiszen 1991 óta ünnepnap a tűzoltók számára, és 99 óta a tűzoltók világnapja is. De ki is volt valójában Szent Flórián? Flórián magasrangú katonacsaládból származott, ő maga is katona volt. A 3. század második felében élt, és a keresztény üldözés során 304-ben halt vértanúhalált. Nevéhez jó néhány a tűzoltással kapcsolatos őstett fűződik. Katonaként, erődparancsnokként egy alkalommal az általa vezetett erődben hatalmas tűzvész pusztított, amely során több katona életét mentette meg a legszörnyűbb halálnemtől, a tűzhaláltól. A Római Birodalomban ekkor született meg, és terjedt el Flórián legendája. Élete során a császár hűséges és becsületes katonatisztjeként szolgált. Életét a segíteni akarás, a bátorság és a bajtársiasság jellemezte. Katonaként 40 keresztény katonatársának kivégzését próbálta megakadályozni, amikor fény derült az ő keresztény hitére. Ekkor a katonaság elfogta, és bíró elé állították. A bíró megpróbálta rávenni, hogy mutasson be áldozatot a római isteneknek, és egy hatalmas kőszobor előtt található parázsra tömjén szórjon. Mivel kínzások elszenvedése után sem volt hajlandó erre, ezért 304. május 4-én kivégezték. A segítő szentek közé tartozik, bár szenté avatásának időpontját nem ismerjük pontosan.
Tisztelete Magyarországon a 17. században terjedt el, mint a tűzzel kapcsolatos mesterségek védőszentje, Szent Flórián a bátorság, a hűség és a becsület mintaképe. Emlékezzünk rá tisztelettel. A civil embereknek Szent Flórián elsőre a piros tűzoltóautót és a bennük ülő mosolygós tűzoltókat jelenítik meg. Ők a mindig bátor hétköznapi hősöket látják bajtársaimban. Úgy gondolják, hogy ők azok, akik oda mennek, ahonnan más elmenekül. És ez így is van. Mi tűzoltók ismerjük csak igazán a vonulós tűzoltók valódi arcát. A fáradt, kormos arcukat. A gépjármű fecskendő trepnyén a palackcsere alatt megpihenő testeket, a gőzölgő embereket, akik egy kár esetnél fekete kezekkel zsemlét majszolnak, és indulnak visszaoltani a tüzet. Mert tudják, ha menni kell, akkor menni kell. Ők ismerik a szivattyú, a motorfűrész és a feszítővágó éjszakai háttérzaját, ismerik a balesetek jellegzetes illatát. Tudják, hogy milyen, és örökre megjegyzik a kilátástalan, a reménykedő és a rettegő szempárok tekintetét is. Tisztelt bajtársaim! Köszönöm, hogy a legnehezebb körülmények között is hűségesen, hűen, alázattal és elszántsággal végzitek munkátokat. A tűzoltóság napján kívánom, hogy Szent Flóriáni eredmények, erények, a bátorság, az összetartozás és az egymásba vett hit soha ne hagyjon el benneteket. Az ünnep méltóságában álljunk meg egy pillanatra, és mondjunk köszönetet családjainknak, akik munkánkhoz megteremtik a biztos lelki hátteret. Bajtársaim, legyetek büszkék az elért eredményeitekre, mutassatok példát a jövő tűzoltó generációnak. Flórián napon minden tűzoltónak jó erőt, egészséget, a szolgálatban lévő bajtársaimnak pedig nyugodt szolgálatot kívánok. Megtisztelő veletek együtt szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmet. 2024-ben az év tűzoltója díj kitüntetést Szolnoki Szabó Krisztián kapta. A Fejér megyei Tűzoltószövetség tárgyutalommal részesítette Katner Istvánt. Bátor ezredes úr, tegnap Székesfehérváron, majd Bicskén, mit is jelent Fejérvár megyei katasztrófavédelmi kirendeltségnek Szent Flórián napja? Szent Flórián napja május 4-e, ugye a tűzoltók és a tűzoltóság védőszentjének ünnepét ünnepeljük ma. Tegnap a Vármegyében a hivatásos tűzoltók ünnepelték ünnepi állománygyűlésen ezt a napot. Ma pedig az ország nagyon sok területén, így többek között Bicskén is a Szent Flórián napot ünneplik. Itt az önkormányzati tűzoltók, hivatásos tűzoltók és az önkéntes tűzoltók egyaránt. Ugye itt az elmúlt évben én azt gondolom Bicskén egy meghatározó esemény történt, ugye az M1-es autópályán avatkoztak be a kollégák, és ennek folyamaként itt a városban is, illetve a környéken is óriási megbecsülésnek örvend az ő munkájuk. Hogy tapasztalják ezt Fehérváron? Igen, mi is ezt tapasztaljuk, hogy az a bizonyos esemény, amiről említést tettél, ez igazából alapjába véve úgy gondolom, hogy meghatározza a tűzoltók és a tűzoltóság életét. Sajnos történnek ilyen események, szerencsére azt gondolom, hogy azok a tűzoltók, akik itt Bicskén is dolgoznak, illetve az ország minden pontján dolgoznak, ők jól felkészültek, és ezek az események is bizonyítják, hogy bizonyosan helyt tudnak állni mindenféle káreseménynél. Ismét itt állunk a bicskei tűzoltóságnak a laktonyájában, ünnepi koszorúzás után átadtuk az év kiváló tűzoltója díjat is. Mit is jelent a Szent Flóriánnak? Én azt gondolom, hogy a bicskei tűzoltók mindenféleképpen megtestesítik Szent Flórián szellemét. Egy olyan nagyszerű közösség van itt a bicskei tűzoltóságon, akik elkötelezettek, elszántak, becsülettel, tisztességgel óvják, védik Bicske és környéke lakosságát, mintegy 36 ezer ember élet és vagyonvédelmiért lelkiismeretesen felelnek. Az idei esztendőben Szolnoki Szabó Krisztiánra esett a választása kiváló tűzoltódíj odaítélésénél, és én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került az idei esztendőben is, jól döntött a testület az ő személyét illetően. Nagyon jó volt látni a díjátadásnál, hogy mennyire meglepetésként érte, tehát váratlanul érte, nem tudott róla, és hogy mennyire meghatódott attól, hogy ő rá gondolt a testület. Elnökként, szakmai szemmel, ugye egy fantasztikus közösség, én azt gondolom, hogy minden téren számíthatunk rájuk, de mit is jelentenek ők a város életében? Hát a kérdés nagyon, nagyon jó és nagyon felemelő most, ha az elnökségről
beszélünk. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy én ezt a csapatot, mondjuk azt, hogy vezethetem, hogy ennek a csapatnak az élén állok, hiszen, ahogy az elején is mondtam, egy olyan nagyszerű közösség, egy egymást segítő csapat és a város minden lakosát segítő csapatnak az élén állhatok most, és lehetek ennek a közösségnek az elnöke, ami mindenféleképpen felemelő, belelátva a munkájukba, hiszen, ahogy az ünnepi beszédemben is mondtam, magánemberként, alpolgármesterként és most jelenleg polgármesterként is maximálisan támogatom és a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságot és ott állok teljes mértékben mögöttük, de így belelátva abba, hogy mi is ez az út, mi is az a feladat, mi is az a mindennap, amit ők véghez visznek és az út, amit járnak, én úgy gondolom, hogy mindenki csak büszke lehet rájuk. 2018 óta vagy itt a közösség tagja. Hogy érzed magad, és mit jelent neked ez a díj? Felemelő érzés, tehát hogy átvettem ezt a díjat, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. És nagyon boldog vagyok. Nem? Ugye ez az elmúlt 6 esztendő, beszéljünk arról. Te itt már végigjártad a ranglétrát. Hogy érzed magad, mi a véleményed a közösségről, és mi volt a legemlékezetesebb vonulás? Mindenképpen egy nagyon jó közösségnek tartom, vagy összetartó közösségnek. Itt a Bicskei Tűzoltóságot, és hát számomra minden vonulás emlékezetes volt, és tehát az együtt töltött idő a kollégákkal. Felemelő érzés is. És hogy látod szakmailag a csapat? Itt a Lezeres úr a fejvegyőről egy katasztrófavédelmi kirendeltség termített ugye ezt a tavalyi történetet, ami az M1-es autópályán volt, de hogy látod szakmailag mennyire vagytok rendben? Én gondolom szakmailag rendben vagyunk, és mindenki a megfelelő szinten főkészült. Várjátok a kihívásokat. Várjuk a kihívásokat, igen. Az ünnepség koszorúzással záródott. 9 órától a tűzoltóautók felvonulása vette kezdetét a városba. Fél 11-től a Bicske Szíve Parkban tűzoltási és műszaki mentés bemutató várta az érdeklődőket. Fontos, hogy ilyenkor a tűzoltás vezető, a jelen esetben a műszaki mentés vezető, aki ugye egy piros csíkkal a sisakján lehet őt azonosítani, ugye felméri a terepet. A parkban a tűzoltóautók megtekintése mellett tűzoltóruha kiállítás, tűzoltófelszerelések bemutatója, illetve újraélesztési gyakorlat volt látható. Bicske Városi Önkormányzat képviselőtestülete április 30-án rendkívüli nyilvános ülést tartott a Városházán. Bálint István polgármesterasszony a jelenlévő 10 fővel határozatképesnek ítélte meg a testületet. A képviselőtestület többek között a Bicske Városi Óvoda igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról és felvételi körzet határának módosításáról, a szavazatszámláló bizottság tagjének megválasztásáról, a Bicske Városi Konyha részére környezetbarát, elektromos hajtású gépjármű beszerzéséről döntött. Ezen felül a részben önkormányzat tulajdonú hulladékgazdálkodással foglalkozó cég társtulajdonosának a tájékoztatását fogadták el, amely alapján lehetetlenné vált egy korábbi testületi döntés végrehajtása, ezért sem további üzleti és adásvételi szerződést, sem támogatási szerződést nem tud kötni az önkormányzat a Collect Viridis Kft.-vel összefüggésben. Így a képviselőtestület többségének egy fő kivételével azon törekvése, hogy a Bicskei telepén dolgozó bicskei családfenntartók munkabére és munkakörülmények javuljanak, sajnos meghiúsult.
lomszívóval bővült a Bicskei Gazdasági Szervezet eszközparkja. A platóra szerelhető lomszívó masszív konstrukció. A gép tökéletesen alkalmas a lehullott faleveleken túl a gajak, vagy akár a területen elszórt hulladékok hatékony összegyűjtésére, melyet akár 360 fokban elfordítható kifúvó kéménynek köszönhetően igény szerinti tárolóba lehet továbbítani. Az átlátszó tömlő lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést. A törmelékek csökkentése akár 12:1. A gép 18 lóerős és 4 darab acél főlapát és 1 darab 4 lapátos 8 vágású pontú 2-ös aprítású Piranha acél előaprító segíti a munkáját. Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum diákjainak május 3-án került sor a ballagásra. A végzős tanulók elbúcsúztak az intézménytől, majd az ünnepségre a Kossuth téren került sor. Kedves ballagó diákok, kedves családok, tisztelt polgármesterasszony, tisztelt alpolgármester úr, kedves kollégák és kedves barátok! Egyedi tanév végén vagyunk, most 12 diák ballagását kísérjük végig. A szakképzés új sajátossága miatt országosan kimarad egy évfolyamnyi diák, így a technikumi rendszerben nem nagyon vannak ballagások. Így még különlegesebb az eseményünk, majd emlékezzünk így, amikor újra találkozunk. Az itt álló 12 diák a Vajda falai között eltöltött 5, 3, illetve 2 évet. Így tényleg mondhatom, hogy nemrég léptétek át az iskola küszöbét, és már el is érkezett a végső cél, hétfőn megkezdhetitek az érettségi vizsgát, kicsit később pedig a szakmai vizsgát. Mindannyian, akik itt állunk veletek, végigcsináltuk ezt az időszakot, érzelemmel vegyessem. Elsőként KK13N, Agyagási Ákos vezetésével. Lizi, Petra, két Dani, Levi, Gábor. 3+2 éves képzésben volt részetek, amit mi kifejezetten szerettünk. Petra, Dani és Gábor már régi motorosok az iskolában, így szereztetek szakmát. Lizi, Dani, Levi az érettségi felkészítő éveire csatlakoztatok hozzánk. Csendes, érett kis csapat vagytok. Mindig részt vettetek az iskola életébe, gólyákat avattatok, sokat főztetek. Felügyeltétek a kisebbeket, rengeteget érveltetek nálam. Számíthattunk rátok minden iskolai rendezvényen. A sok minden mellett nagyon jól is tanultatok. Fel vagytok készülve, és remélem, nem csak a papír szerinti dolgokat viszitek tovább tőlünk, és büszkén fogtok minket emlegetni. Az osztálytermetekbe egy nagyon fontos idézet van felírva. Az új kezdetek legjobb időpontja a most. 3/11, kereskedelmi értékesítő osztályunk, Hetzmanné Bocs Zsuzsanna vezetésével. Hatan álltok itt, és mind a hatan mentek szakmai vizsgára. Daniella, Dorina, Zsófi, Regina, Józsi és Sándor. Az új szakmai képzésben második csapatként végeztek. Köszönöm a kitartásotokat, és köszönöm, valamint remélem, hogy maradtok érettségizni, és tanultok tovább. Tudom, hogy a gyakorlati időszak élményei nem voltak egyszerűek. Tudom, hogy az iskolába sem ment zökkenőmentesen a diák élet, hiszen hol iskolások voltatok, hol dolgozó emberek. Így ugyanazt fogom elmondani, hogy a munkavilágát ti tapasztaltátok meg a legjobban a végzős diákok közül. És szerintem az egyik legkedvesebb emléket őrző tanárnőtől mondok egy idézetet, ami fönt van most az osztályotokban a táblán is. Soha ne félj, mindig remélj, mindig szeress, és mindig szívből élj. Kedves vendégeink! A gondolatokból, amit felolvastam, szeretném, ha azt érezné mindenki, hogy a Vajda ilyen középiskola, személyes, meleghangulatos és családias. Vigyázzunk a diákokra, figyelünk az életükre,
és ezt szeretnénk megőrizni. Számunkra ez a fontos. Köszönöm Bicske városának, polgármesterasszonynak, hogy teljes támogatással és nyitott szívvel erősíti mindig az intézményünket. Maradjon a Vajda, Bicske város középiskolája. Kedves kollégáim, köszönettel tartozom felétek is, hogy egyre jobb közösséget tudunk alkotni, és hogy a munkabírásotok, az elhivatottságotok határtalan. Kedves szülők, nem egyszerű tudomásul venni, hogy tényleg felnőttek a gyerekeink. Egy hónap múlva én is ott fogok pityeregni egy hasonló eseményen a lányomnál. Ő is kilép most már teljesen a felnőtt életbe. Tudjuk, hogy elmennek, de mégis itt maradnak velünk. Köszönöm, hogy a diákok mögött álltak, és biztonságot adtak az iskolai évekhez. Kedves partnereink, képzőhelyeink, köszönöm a folyamatos együttműködést, és külön köszönet jár, mert együtt tapostok ki alapos és nehéz munkával az új gyakorlati és elméleti rendszert. Kedves végzősök! Nagyon sok sikert és kitartást kívánok a következő hetekre, és bárhová visz titeket az élet, ti akkor is innen indultatok a Vajdából. Közvetlenül a ballagás előtt keresett meg az egyik osztály, és azért vagyok azt hiszem a meghatottságnak teljesen a szélén. Nagyon köszönöm azeket az éveket, amit együtt töltöttünk, és nagyon fogtok hiányozni. Köszönöm. A diákokat és a meghívott vendégeket Botlik Zoltán tanár úr köszöntötte, majd Gyurica Zsuzsanna, megbízott igazgató adott át elismeréseket a tanulóknak. Megkezdődött hétfő reggel a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. A Vajda János Technikumban 41 fő érettségizik. Magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott. A vizsgázóknak két feladatlapot kellett megoldaniuk, az elsőre 90, a másodikra 150 perc állt rendelkezésükre. Az első feladatlapban egy szövegértési, nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmazott. A vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint osztatták be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részleteiből állt. Az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri. A dolgozatoknak 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte. Ezek után osztották ki a második feladatlapot, amely egy műértelmező szöveg alkotását várt el a vizsgázóktól. A vizsgázó választása szerint lehetett egy műértelmezése vagy téma kifajtó esszé. A választott feladatok megoldásának elvárt terjedelme 500-800 szó volt. Vajda János Technikum magyar nyelv és irodalom szakos tanárjával, Botlik Zoltánnal értékeltük a történteket. Na hát tanár úr, itt vagyunk a Vajda János Technikumban, elkezdődött a ballagást követően a hét az érettségivel, és tegnap magyar nyelv és irodalomból volt itt az elsődleges erőfelmérő. Mik az elsődleges tapasztalatok, illetve a feladatsort követően, mik azok az elsődleges benyomások, amelyek a diákok vártak? Annyit szeretnék előre bocsájtani, köszöntöm a tisztelt nézőket, hogy, amikor iskoláról beszélünk, vagy érettségvizsgáról, akkor mindenkinek megvan a magánvéleménye, és ezek sokszor nincsenek egymás közelében. Én azt el tudom mondani, ez az én tapasztalatom, hogy az érettségi tantárgyak közül, hogy a magyar, matematika, történelem, idegen nyelv közül szerintem a magyar nyelv és irodalom a legkönnyebben megírható. Lehet ezen vitázni, nekem ez a meglátásom. Az, hogy az idei mennyire volt nehéz vagy könnyű, ez mindig ilyen, ez is ilyen vita kérdés. Tehát, hogy biztos, hogy van, akinek voltak olyan feladatok, amik nem feküdtek. Lehet, hogy szaktanárként is van olyan, amire azt mondjuk, hogy ez nem kellett volna, hogy belekerüljön. De én azt mondom, hogy ez egy írható feladatsor volt. És nem is csak az a kérdés, hogy valakit felkészítünk-e, hanem az is kérdés, hogy tud-e gondolkodni. Na most azért 12-13 év iskolába járás után olyan kérdésekről, amik gondolkodást igényelnek, szerintem lehet válaszolni. Én kicsit részletében megvizsgálva a kérdést, a szövegértés szerintem kifejezetten érdekes volt, tehát a könyv, története, könyvmondhatás, illetve papíruszok, tehát ezek nem egy érdekes kérdéskör volt. Vannak olyan szövegértésre adok, amik ne számomra is unalmasak, tehát nem szeretem őket olvasni, ez nem ilyen volt, ez egy jó szöveg volt.
Volt egy nagyon jó Karinti novella, szerintem, ami érzelmekre is tudott hatni, tehát úgy olvasták végig a diákok, hogy volt benne folyamatosan valami olyan tűz, vagy olyan kapcsolat, ami könnyebbé tette az értelmezést, megítélésem szerint. Aztán volt egy olyan feladatrész, ami Babits Mihály arszpolitikájával kapcsolatos, az nekem már inkább emelszintű feladatnak tűnt, úgyhogy nem is hiszem, hogy országos vonatkozásban ezt tömegek választanák. Tehát aki akarta, meg tudta írni, még a műveltségi tesztet is viszonylag könnyen. Voltak benne nyilván olyan feladatkérdések, vagy feladatkörök, amik mondjuk így az ötös diákoknak szántak, de a többség szerintem egy stabil pontszámot abba is tudott hozni. Tehát aki idén érettségizett magyar nyelvi irodalomból, szerintem nem járt nagyon rosszul, tehát el tudja élni azokat a pontszámokat, amiket szeretne, vagy amik szükségesek. Ugye én azt gondolom, hogy lement a feladatsor, a diákok azonnal felkészített tanárhoz fordultak, hogy tanár úrnak mi a véleménye, de az ő szemükben mit lehetett látni elsőként? Én nem találkoztam velük, hanem leveleztünk, és azt mondta, hogy egészen jól sikerült, tehát pozitívan nyilatkoztak. Ez önmagában nem jelent még mindig sikert. Hát van, amikor azért már nagyon büszke magára és alaptalanul, de én azt láttam, beleolvasgattam a dolgozatokba, szerintem szépen megoldották. Tehát nem, látszott, hogy nem akarnak olyan teret rakni idén a diákokra, különösen úgy, hogy ez egy új típusú érettségi rendszer, amit ne lehetne elhordozni. Tehát úgy látom, hogy ez egy mondom, írható és vállalható feladatsor volt. Magamat nem tartom annyira izgalmasnak, inkább a tojások az azok, amiket úgy érdemes beszélni, illetve megmutatni. A Szülőföldünk Helytörténeti Klub soron következő eseményére április 26-án került sor a Nagy Károly Városi Könyvtárban. Hímesek bűvöletében Fekete Ildikó előadását hallhatta a közönség. Például, ha többszínű tojást szeretnék, akkor először be tudom festeni citromsárgára, aztán be tudom festeni narancssárgára, utána be tudom festeni pirosra, és utána be tudom festeni feketére. Ez így működik, és ha közben lefedem viaszszal azokat a felületeket, amit az adott színűszerűen, akkor a végén egy többszínű tojás fog kialakulni. Junior Prima és Gránát Alma díjas Fekete Ildikó a népművészet ifjú mesterével ismerkedhettek meg. Nem könnyű téged utolérni, hisz a nagyvilágban mesélj, merre jártál, mit csináltál az elmúlt hetekben, hónapokban? Hú, hát ugye a húsvét időszak az mindig nagyon sok programból áll, sok helyen kell lenni egyszerre, és hát noha én igyekszem, de azért nem tudok minden felkeresésnek eleget tenni. Legutóbb Amerikában voltunk, a fő bázisunk az New York volt, és hát a Tulipán Foundation szervezésében vettünk részt különböző programokon. A fő programunk az a Matematikai Múzeumban zajlott le Manhattanben, ahol a tojásokat matematikai szemszögből vizsgáltuk, illetve beszéltünk arról az érdeklődőknek, hogy hogyan kell megszerkeszteni a geometriai mintákat, és milyen szimmetriai rendszerek találhatók a hímes tojáson. És most itt vagyunk a Nagy Károly Városi Könyvtárban. A mai délután miről fog szólni? Hát a mai délutánon én kaptam egy órát arra, hogy beszélgessek a hímes tojásokról, úgyhogy egyrészt arról lesz szó, hogy milyen tájegységek vannak ott, hogy néznek ki a tojások, hogyan készült a könyv, milyen érdekességek. Mi a szalírt üzenet című könyvem, így van, és milyen érdekességek merültek fel így a könyv írása kapcsán. A másik felében az előadásnak pedig arról lesz szó, hogy amikor így járok, kelek a nagyvilágban, akkor hova megyek, ki a közönség, és mi az, amit megmutatunk ilyenkor. Hogy telt a húsvét? Mondtad, hogy nem volt állítod, igen. Igen, hát ugye izgalmasan telt mindig a húsvét, nem is volt ez idén sem másként. Mindig nagyon sok helyre hívnak, van, hogy egyik helyszínről esek át a másikra. Most idén ez kicsit lazább volt, mert idén csak Amerikába kellett menni. De hát hála Istennek ott is azért több helyszínen voltunk, és hát mindenhol más jellegű a közönség, tehát mindenhol az adott igényeknek megfelelően kell készülni. Ildikó, én azt gondolom, hogy aki téged ismer, tehát a szakmáról, illetve a mindennapjaidról tudják, hogy de beszéljünk tényleg is a mindennapjaidról, azok hogy telnek, hisz ugye te azért olyan komoly, ahogy említetted is, ezt a matematika szinte kiteszi a mindennapjaidért, tehát az ábrázolásmódok a tojások kapcsán is, de mégis, hogy telnek a mindennapjaid, hisz tényleg veled...
Még a riportot sem egyszerű elkészíteni. Hát ki kell, hogy ábrándítsam a kedves tévénézőket, mert nem annyira izgalmasak az én mindennapjaim, mint ahogy ezt esetleg lehetne gondolni. Ugyanis nekem egy normál állásom van, tehát ez azt jelenti, hogy én heti 40 órában dolgozom, úgyhogy a mindennapjaim úgy telnek, hogy reggel felkelek, leülök a gép elé, és ellátom a munkámat. Szoftvertesztelő vagyok amúgy, tehát olyan dolgokat tesztelek, amik így az adott dolgokhoz éppen kellenek. Ez lehet egyszerű, bonyolultabb, most éppen kriptográfiai dolgokkal foglalkozunk, tehát mondjuk ez így a matematikához is jobban kötődik. Na és amikor lejárt a munkaidő, akkor lehet más dolgokkal foglalkozni, meg hát ugye nyilvánvalóan a ember egyéb feladatait is el kell látni, főzni, mosni, takarítani, és amikor mindezen túl vagyunk, és még mindig van egy kis idő, na akkor lehet tojást festeni. Nem mondom, hogy minden nap festek amúgy, de azért elég sokszor, vagy hát így igyekszem, hogyha van 2-3 órám, akkor gyorsan leülök, és ami a fejemben van, azt megcsinálom. Általában én egy adott tájegységen dolgozom egyszerre, tehát ez azt jelenti, hogy akkor minimum egy 100-as kollekció ilyenkor el kell, hogy készüljön, hogy az aztán a későbbiek folyamán bemutatható legyen. Tehát én ilyenkor ráállok egy témára, és akkor amíg bírom, addig festek. Mi vár még rád ebbe az esztendőbe? Hú, hát nagyon sok minden. Most ugye itt vagyunk Bicskén, holnap én már magyar bolyba megyek, ugyanis felkértek a szlovák nemzetiségi önkormányzattól, hogy szeretnék visszatanulni, a szlovén nemzetiségi önkormányzattól, hogy szeretnék visszatanulni a szlovén mintákat, és erre engem találtak alkalmasnak, hogy ezt visszatanítsam nekik, úgyhogy ez lesz a holnapi feladat. És aztán hát más konkrétum még nincsen a naptáramban, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat. Így húsvét után azért kicsit nyugalmasabb a helyzet, inkább előtte van az, hogy egyszerűen nem tudok már időpontot adni senkinek, de így utána már azért engem is könnyebb fülön csípni. Köszönöm. Édikó kutatja, készíti nem csak a magyar, hanem a környező népek hímes tojásait is, illetve színes egyéniségét és tehetségét nemzetközi szinten is elismerik. Számos országban nagy sikerű kiállításokat rendezett szemkápráztató munkáiból. Csapdin a helyi kultúrház adott otthont a szakkörök kiállításának. A településen működő, gyöngyfűző, illetve mézeskalás készítő szakkör alkotásai kerültek kiállításra. Azért gyűltünk ma itt össze, mert idén már harmadik alkalommal van lehetőségünk kiállítás megnyitást szervezni azokból a művekből, amiket a szakkörön tevékenykedő alkotóink készítettek. A szakkör az a szakkör Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából jöhetett létre, akik tananyagot biztosítottak hozzá, és eszközöket is. Dalma, beszéljünk arról, hogy mit láthat itt ma a közönség. Rengeteg csodálatos alkotást fognak itt látni. Idén a mézes kalács és a gyöngyelkötés művészetét fejlesztettük magas színvonalra, ha mondhatom így. Nagyon szép viselhető dolgokat is készítettek a szakkörön, és egyéb használati tárgyakat is, amiket mind kézzel kötöttek, és gyöngyökkel díszítettek a résztvevők, valamint ugye a mézes kalács szakkörön pedig csodálatosan, aprólékosan díszített mézes kalácsokat sütöttek. Dalma, ha valaki ezek után kedvet kapna, hol tudna jelentkezni, és hogyan tudna csatlakozni a csoportokhoz? Én úgy tudom, hogy ez a szakkör a jó gyakorlaton keretein belül az ASZAKKÖR nevű mozgalom, a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott mozgalom, hogy alkossunk közösségben. Ez gyakorlatilag minden településen elérhető. Pályázni kell, tehát van egy felület, ahol tudnak a közművelődési szakemberek pályázni erre a lehetőségre. Onnan ki tudják választani, hogy milyen szakkört szeretnének tartani. Nagyon sok lehetőség közül lehet választani. És ha jól tudom, már meg is nyílt a jelentkezés, úgyhogy hajrá! És hogy látod, hogy Csapdin mennyire népszerű akár a gyöngy, illetve akár a mézes kalács? Hát a mézes kalács az rendkívül népszerű, ugyanis most már másodszor választották ezt a szakkör témájának. A gyöngyelkötés az egy kicsit bonyolultabb volt olyan szempontból, hogy ugye ide kell egy alaptudás, kötés alaptudás, és erre épült rá a maga a gyöngyökkel való díszítésnek a művészete, és én azt gondolom, hogy nagyon népszerű volt, rendszeresen jártak a résztvevők, nagyon jól teljesítettek, és hát
majd magukért beszélnek a termékek. A terem zsúfolásig telt. Elsőként Huszárovics Dalma, közművelődési referens, majd Huszárovics Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A programot a Nyugdíjasok Énekkora, valamint a Mayer néptáncműhelyi növendékének műsora színesítette. Igazi futballünnepre készült a BTC vasárnap anyák napján. Már kora délutántól üzemelt a kicsik számára kialakított játszóház ugrálóvárral és több érdekes szabadtéri játékkal. Mérkőzésért az anyukákat pedig egy-egy csomag virágmaggal lepte meg a klubvezetés. Ezúttal az a komáromi csapat látogatott el hozzánk, aki tavaly november 19-e óta az egész tavaszi szezonban nem talált legyőzőre. A két csapat egymás ellen emérkőzés előtt három itthoni meccsen egy győzelem, két döntetlen, idegenben öt mérkőzésből egy győzelem, két döntetlen és két vereség a mérleg. Itt tehát itt volt a lehetőség, hogy a két idegenbeli vereséget a mai győzelemmel kiegyenlítsük. Csapatunk a harmadik, Komárom pedig az ötödik helyről válta az összecsapást. A vennék csapat játékosai közül öten ültek a nézőtéren eltiltások és sérülések miatt, így hát ők ilyen előjelekkel, nálunk pedig minden játékos harcakész állapotban várta a küzdelmet. Sárgalapok miatt ezúttal Hírman és Bozsóki is kimaradt a keretből. Verőfényes napsütés és kifogástalan pálya fogadta a csapatokat, sérülések és sárgalapos eltiltások miatt a múlt hetihez ismét változott Csordás Csaba szakmai igazgató a tavasszal még veretlen KVS ellen. Illés, Gassner, Dulló, Gyurác, Szál, Varga, Fördős, Varga, Lakatos, Soron, Tisler összetételű kezdőt, és a vennék csapatot is a 7-9 éves utánpótlás palánták kísérték fel a játéktérre a szülők és a nézők nagy örömére. Kezdés előtt az ezúttal is a kezdőben szerepet kapó, és ezzel a századik bajnok ilyen pályára lépő Gassner Rolandnak egy emlékplakettet adott át Kis Törinc György, Csordás Csaba az egyesület elnöke nevében, majd a szünetben Tesszeri Zoltán elnök is köszöntötte az addigra már gólt is jegyzőlabdarúgót. Lendületesen kezdett a két együttes, a negyedik minutumban Gassner jobboldali beadása Varga Szabostól Varga Bencihez került, ki 14-ről a blokkba lőtt. 8. percben a vendégek bedobása védőinkhez pattant, Sandalhoz, ki kissé kisodródva előtte a kapu. Előtt a labdát. 14. percben Gassner jobboldali bedobását Tisler estében kapásból a kapu közepébe lőtte, ezzel 1-0. Ritka pillanat, hogy valaki kézzel vejdobás révén ad gólpaszt. Alig több mint 5 perce később bal oldalról az előle lóduló Szál egy becsúszó láb mellett ívelt középre. Varga Szabos pedig remek ütemben érkezve 7 méterről védhetetlenül nagy erővel a kapuba fejelt, ezzel már 2-0. 31. percben Dulló vágtázott elő jobb oldalon, beadását Tisler fejelte a kapuba, de a partjelző lest jelzett. Nézőtéről tévesnek tűnt az ítélet. 35. percben Soron cselezgetett a bal oldalon, beadását a túloldalról érkező Gassner nagyibben 7-8 méterről bánfalvi fölött a hosszú felsősorokba fejelte, ezzel már 3-0. 40. percben Illés hosszú kirúgását Tisztel lefelejte Soronnak, aki elől a vendégkapus az utolsó pillanatban felszedte a labdát. 43. percben Gyurác rosszul sikerült mozdulatásra rúgás követte, kipattanott Popovics 25-ről csúnyán fölé rúgta. Remek első félidő játékával a BTC gyakorlatilag lezárta a mérkőzést, a boldog szurkolók pedig a szünetben megtekintették a fiatal focisták bemutatóját a centerpályán. Második félidőre Lakatost Dankó váltotta. Az 51. minutban egy rövidre sikerült felszabadítás után Köles 18-on lőtt, a labda pedig a bal kapufa segítségével került a hálóba, ezzel 3-1. 5 percek később Berzsenyi a jobboldali 16-os sarkától lőtt, a labda alig került el a kaput. A Soron futott el a bal oldalon, az anafonattól gurított vissza, Gassner elől önfeláldozó mozdulattal mentettek a vendégek. 62. percben Gyurác akadályozta Berzsenyit szabálytalanul, a megítélt 22 méteres szabadrugást Sandal a léc fölé bombázta. Kettős csere következett, a Varga Tisler duót Belicki Benke váltotta. 67. percben gyors ellentámadást vezetett csapatunk, ami után Belicki 20 méterről emelt a kapu mellé. 76. percben nagy bedobást követően Belicki beadott, de bánfalvi lábbal mentett Dankó elől. 2 perccel később Sandal görbítette kapura a labdát 17-ről, Illést nem tudta zavarba hozni. 83. percben Fördös helyett Savanya lépett pályára, nem sokkal később Köles sárgalapot érően akadályozta, őt közvetlenül a 16-os előtt, nem Soron léc fölé lőtt a szabit. 92. percben ismét egy gyors ellentámadást vezetett csapatunk, Benke azonban elkapkodva 18-ról mellé lőtt. A százados Gassner Roland vezetésével fergeteges első félidőt produkálva győztük le a tavasszal még veretlen Komáromot. Fantasztikus első félidőt produkált együttesünk, bajnok esélyesként nyomás alá helyezve ellenfelünket, szereztünk 3 szép gólt.
Második játék részben gyorsan szépítettek a vendégek, és igencsak lábra kaptak. Több veszélyes akciót vezettek, de igazán nagy gólszerzési lehetőség nem volt a játékukban. Annál több lehetőség volt viszont a gyors ellentámadásokra, amelyekből többet is ki lehetett volna hozni. A lényeg, hogy a szurkolótábor lelkes biztatása mellett kivívott biztos győzelem azt jelenti, továbbra is ott vagyunk az élbolyban, az első helyezett Tatabánya mögött 3 ponttal. Előttünk álló csapatok hátralévő ellenfelei Tatabányának Sopron, Komárom és a Haladás, a második helyen álló Veszprémnek a harmadik kerületi TVL, Kelem és a Sopron, a Bicskének a hátralévő mérkőzései Haladás VS-e idegenben, Eto Akadémia itthon és az ETL második csapata idegenben. 2 ponttal mögöttünk álló harmadik kerület TVL csapata a Sötét Ló szerepében játszik még Veszprémben, Balatonfüreden, illetve a Kelen ellen fejezi be a majdnokságot. Hát igen, fölkészültünk, hogy ők elég kemény játékot mutattak, és ez így is volt. De úgy gondolom, hogy hál' Istennek hamar meg tudtuk szerezni a vezetést, volt egy bedobás, ki tudtam zárni a védőt, és ilyen félfordulóban be tudtam lőni, és örülök neki, meg azt is, hogy egy kicsit megnyugodott a csapatunknál. Onnantól kezdve úgy gondolom, hogy nagyon, tehát ez minden ült, nagyon, nagyon jól játszottunk. Akár még a negyedik gól is bennem volt, sajnálom, hogy azt nem adta meg a játékvezető, majd vissza kell nézni, hogy les volt-e, de örülök neki. Úgyhogy, de mondom, a legfontosabb megint az, hogy nyertünk, hál' Istennek, és megyünk tovább azon az úton. Összességében jobbak voltunk végig, én úgy éreztem, te így vagy van, láttad így, ezt? Így van, így van, hát az első fél idő az egyértelmű, az gólokban is megmutatkozott. Nyilván a második fél időben már belecserélt a mester, nekem is azért még a lábam nem az igazi, meg volt még egy-két játékos, ott azért akkor volt némi kavarodás, de összességében én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Megvan a 7. gólod, gratulálok, és csak így tovább. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm. Gratulálok. Hogyan élted meg a 100-at? Hát őszinte leszek, én nem tudtam, hogy ez lesz nekem a 100. Pedig 100. Igen, igen. És NB3-os. Igen, igen, igen. Gratulálok. Köszönöm szépen. És a gólodra hogy emlékszel? Hát Tibi nagyon gyönyörű beadása, balról, és átszállt a védők feje feletén meg. Igazából visszafejeltem a kapus helyére, onnan eljött. Jó, fantasztikus formában vagy te is, a csapat is, összességében hogy érted? Magabiztos győzelem volt, én úgy láttam. Hát az első fél időben nagyon jól játszottunk, igen? Ott megérdemelt volt szerintem a 3-0-ás. A második fél időben viszont visszaesett a teljesítményünk, aminek annyira nem örülök, de összességében a győzelem a legfontosabb. Rosszi, csak így tovább, folytasd a gólvágást, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tamás, gratulálok először is a játékotokhoz, jó játszottatok, de mégis vereség lett a vége. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Tudtuk, hogy egy jó csapathoz érkezünk. Az első fél időben sajnos nem játszottunk jól, nem azt kaptam a csapattól, amit vártam. Még az első negyed órában azt mondom, hogy rendben voltunk. Sajnos két beadás után és egy beadobás után, figyelmetlenség után gólt tudtunk kapni, és egy ilyen minőségű csapat ellen azért 3 gólról visszajönni, ez nem egyszerű feladat. Viszont a második fél időben le a kalappal a játékosom előtt, tudtuk egy kicsit kozmetikázni az eredményt, ott lett volna lehetőség még szögletekből talán egy pár beadásból szépíteni, de sajnos ez nem sikerült, és teljesen megérdemelten nyert a Bicske a mai napon. Tamás, mikor vetted át a csapat irányítását? Januárban vettem át a csapatot. Január. A statisztika szerint az ősszel az előrehozott 2 tavaszi meccsen Veszprém ellen kaptatok ki utoljára, és azóta nem kaptatok ki. Ez egy hatalmas sorozat, gratulálok, ez hogy tudtátok megoldani? Köszönjük szépen a gratulációt. Tehát igen, ha aláírnám én is, hogy a minden 10. meccsen kapnánk ki így, mind a mai napon. Nagyon vevőek voltak a srácok az általam elképzelt dolgokra, gondolatokra. Az első ugye 2 meccsünk az nagyon nehéz volt, Sopronba és a kerületnél, de jól jöttünk ki, belőle nem kaptunk ki. Hazai meccseinket be tudtuk hozni, és a srácok elindultak egy ilyen pozitív, jó hullámon, és tudtuk tartani ezt a jó szériánkat. Sajnos a mai napig. Min múlott a mai vereségetek? Hát úgy gondolom azért mások is a célok. Nekem, amikor januárban átvettem a csapatot, a bennmaradást tűztük ki célul. A Bicske nyilván a bajnoki címért megy, más célok itt azért már 3-4 éve egy jó építkezési folyamat folyik. Mi ennek az út elején vagyunk, és majd mi is ide szeretnénk jutni egy 3-4 éven belül, most a Bicske tart. Tamás, úgy hallottam, hogy sok volt az eltiltott játékosod, meg ott az első percekben Sandal Dominiknak volt egy olyan helyzete 0-0-nál, hogyha az bemegy, akkor lehet, hogy nem ez az eredmény. Igen, összesen 9 hiányzónk volt a mai napon, 4 sérült, 3 5 sárgásunk, meg ugye sajnos voltak problémák itt a héten, és nem foglalkoztam ezzel, megmondom őszintén, ez a részével. Nyilván nehezebb volt a dolgunk, és amit
terveztünk, megpróbáltunk a 10. percig egy vezetést megszerezni, hogy utána egy kicsit más játékot játszunk. Megvolt a lehetőség, sajnos nem tudtuk most berúgni. Ha azt berúgjuk, akkor másképp is alkotott volna. Mi a végső célkitűzésetek? A végső célkötődésünk, ha be tudjuk húzni az ötödik helyet a csapat, ha be tudjuk húzni az ötödik helyig a csapatot, azt mondom, az egy nagy bravúr lesz, de én a csapatot az ötödik és a nyolcadik hely közé várnám ebbe a fél évben. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönjük. Okay. További sok sikert kívánok. Köszönjük. Csaba, gratulálok a győzelemhez, egy rövid értékre is hallhatnánk. Köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy folytattuk azt a jó sorozatot, ami az előző mérkőzésekre jellemző volt ránk. Én azt gondolom, hogy az első fél időben óriási fölényben játszottunk, gyönyörű szép gólokat rúgtunk, még a három gólon kívül volt meg nem adott gólunk is, ami most utólag visszanéztük, hogy egy hajszálon múlott, de akkor is jogos volt, hogy nem lett megadva. Aztán a második fél időben, hogy egy a kártatlan szituációban egy óriási gólt rúgott az ellenfél játékosa. Az ott egy pici rövid zárlatot okozott nekünk, de én azt gondolom, hogy ami legjobban a másik fél időben hiányzott, egy ilyen mérkőzést tudni kell úgy lezárni, hogy ugye végére volt 4-5 olyan kontra támadás lehetőség, hogy ajtóablak zicserek voltak. Tehát viccesen mondtam, hogy remélem ez azért maradt még bennünk, hogy a következő fordulókra majd kijöjjön. Maximálisan elégedett vagyok a csapattal, ezért nálunk is komoly változások voltak különböző okok miatt a kezdőcsapatban, úgyhogy nagyon gratulálok az összes játékosnak, aki... Én úgy érzem, hogy maga biztos győzelmet arattunk, de ott a 0-0-nál volt a vendégeknek egy nagy helyzete, ha azt berúgják. Én úgy látom, hogy végiguraltuk, végirányítottuk a mérkőzést, egy másodperc nem fordult meg a fejembe, hogy itt már nem lehet más, mint a háromban. Sérültjeinkkel mi a helyzet? Mindenki rendben van, hétvégére mindenki rendben lesz, én azt gondolom, hogy nagyon erős csapatot tudjuk folytatni a fordulót. Akkor gratulálok, és köszönjük további szépen. Sok sikert csapatunknak. Köszönjük. Szabi, gratulálok a gólodhoz. Hogy emlékszel vissza, milyen, hogyan volt? Először is köszönöm szépen. A szurkolóknak is köszönöm a biztatást. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg. A legfontosabb a 3 pont. A gól pedig úgy volt, hogy a Pedro nagyon szépen csavarta középre a labdát, igazából fel se kellett ugorni, nem is kellett támadnom a labdát, elég volt beletennem a fejem, úgyhogy Pedro érdeme volt a nagy része. Hogy érzed, milyen formában vagy? Igazából én azt gondolom, hogy egyre jobban kezdem visszanyerni az erőlétemet, ami nagyon fontos, aztán most már kellenek majd a jó döntések, meg a gólok, meg a gólpasszok. Te hogyan látod összességében, hogyan tudnád értékelni az egész mérkőzést? Én azt gondolom, hogy az elején jobban kezdett a Komárom, utána meg szépen lassan átvettük az irányítást, szereztünk 3 szép gólt, igazából amit elterveztünk az ült, úgyhogy a másik fél időben pedig egy kicsit bemaradtunk az öltözőben, talán a gól egy kicsit meg is fogta a csapatot, de a lényeg, hogy megnyertük a mérkőzést. Így van, összességében teljesen megérdemelt egy győzelmünk. Akár lehetett volna nagyobb arányos, hogyha a másik fél idő vége felé a helyzeteinket kihasználjuk. Így van. A végén még lezárattuk volna a mérkőzést, de majd akkor Szombathelyen, ami itt kimaradt, akkor majd ott bemegy. Igen, 3 mérkőzés van hátra. Mit vársz ettől a 3 találkozótól? Hát egyértelműen mind a 3 mérkőzésre úgy megyünk, vagy úgy fogunk kimenni a pályára, hogy győzelmet várunk. Hát az legyen. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok a gólodhoz. Sok sikert! Csapatunk következő bajnoki mérkőzésére május 12-én, vasárnap 17 órától a már biztos kieső Szombathelyi MÁV Haladás otthonában játszott.